busz. Nos, üdvözlök mindenkit a Légióban! Itt vagyok éppen Los Angelesben, a Game Day-en tudjátok nézni, mi történik. Utána pedig Vegasba megyek, amit majd ezen a csatornán tudtok megnézni. Ezen a csatornán tudtok megnézni, de amúgy most be kell fejeznünk a Fülöp-szigeteki útunkat. Feltettetek nekem kérdéseket Facebookon, én pedig jól megválaszolom őket. Kezdjük is! Veres Miklós kérdezi, a testvéred lesz még videóban? Nos, az a helyzet, Miklós, hogy abszolút szeretek a tesómmal utazni, mert állati jófej, azonos az ízlésünk, azonos a ritmusunk, azonos dolgok érdekelnek, úgyhogy ja, simán lehet, hogy még szerepelni fog AFK videóban. Sós Dávid kérdezi, mennyire volt hasonló a tenger élővilága azokhoz az országokhoz képest, ahol korábban jártál? A Fülöp-szigetek élővilága abszolút érintetlen, rengeteg téren, hála Istennek nincs sok turista, és ezért a búvár turizmus se annyira felkapott. Nem mindenhol vannak fenomenális korallzátonyok, de ezen túl nagyon-nagyon kellemes a tenger, nagyon-nagyon kedvesek az állatok, minden hal oda jön és így baszogat az arcodba, mert nem tudja, hogy mi vagy. Az egész fantasztikus élmény, nagyon kevés állat akar megölni, úgyhogy abszolút tudom ajánlani búvárkodásra. Sherry Petra Patricia kérdezi, ha 5 szóban kellene összefoglalnod, foglalnotok a Fülöp-szigeteki kalandot, mi lenne az az 5 szó? Leglazább valaha, hadd menjek vissza. Kedves emberek, mindenki mangót eszik. Cloud 9, megtanultam szörfözni. Yeah! Kalocsai Nikoletta kérdezi, szia Gergő, azt szeretném kérdezni, hogy melyik volt számodra a legmegragadóbb hely a Fülöp-szigeteken? Nos, ahogy azt a videóban is mondtam, számomra az Isla de Hantes volt a legjobb úti cél. Gyönyörű a hely, abszolút érintetlen, nagyon kevés turista jár ott, és emiatt az ember össze-vissza tud furikázni, pacsizni a helyiekkel, egy igazi, autentikus Fülöp-szigeteki élmény. És itt kell meghagyni, hogy a másik nagyon jó dolog a Fülöp-szigetekben, hogy az emberek a legkedvesebbek valaha, és ott is mindenki így összegyűlt, mikor látták, hogy jöttünk, és elintézték, hogy mit, merre, hogyan kell csinálni, szóval ilyen, az ember igazán otthon tudja érezni magát. Cinkos Borbála kérdezi, ez már Vietnám óta foglalkoztat, milyen érzés belépni egy vietnámi vagy egy Fülöp-szigeteki, hát, szegényes családhoz? Milyen érzés látni, hogy vannak, akik így élnek. Nos, az a helyzet, hogy a szegénység koncepciója egész más a Fülöp-szigeteken, ahogy én tapasztaltam, mint bárhol máshol, mert annyira fantasztikus az időjárás, hogy a legszegényebb ember is tud mangót szedni a fáról, kukuszdiót a földről, meg egy tárist, és már el van. Úgyhogy ehhez mérten a legszegényebb emberek se tűnnek annyira nyomorultnak, de természetesen az időjárás miatt azért nagyon-nagyon nehéz a viszontagságokat túlélni, úgyhogy mindenképpen segítségre szorulnak, de valahogy olyan. Hát nem is tudom. Nem mondanám, hogy jobb a helyzetük, nem mondanám, hogy ez egy kellemesebb életforma, de mindenképpen szerencsésebb ilyen éghajlaton szegénynek lenni. Emellett, ahogy mondtam, a Fülöp-szigetekiek haláljófélek, a legszegényebb ember is életkedvel és tetrekészséggel van teletöltve. Mi? Kotormán Luca kérdezi, kb. Mennyit utca mentél, mentetek erre az útra? Nos, ahogy az ember egyre többet utazik, egyre kisebb lesz a táskája, mert teljes mértékben beleszarik mindenbe, úgyis mindenhol lehet mosni, vagy veszel egy mosószappant, és kisikálod magadnak, és ez egész teljesen jó, úgyhogy én egészen pici táskákkal szoktam menni, azért igazából nehéz a cuccom, mert rengeteg technológiát viszek magammal. Mindig nálam van a Canonom, a mikrofonom, a GoPro, szoktam néha vinni shoulder mountot, vagy slidet, vagy ilyesmi, bár ezeket egyre kevésbé, mert nem igazán látom értelmét, van nálam gördeszka, laptop, rengeteg minden kell ahhoz, hogy az ember tudja gyártani ezeket az anyagokat, de ezen túl is ruhából egyre kevesebb van, úgyhogy minél kisebb a táskád, annál kényelmesebb leszel a kritikusabb helyzetben is. Érdemes feladni azt az extra párcipőt. Fuchs Reiter Soma kérdezi, találkoztatok bármi nemű sztereotípiával a magyarokkal szemben? Hallottak egyáltalán Magyarországról? Dehogy hallottak! A világ másik felén vannak, és egyáltalán nem foglalkoztatja őket egy pici európai ország. Nyilván mi se tudunk nagyon sokat a Fülöp-szigetekiekről, én alig tudtam valamit, míg oda nem mentem. Ehhez mérten tehát nyilvánvalóan nem annyira szoros a Fülöp-magyar barátság. De azt tapasztaltam az útjaim során, hogyha tudnak valamit a magyarokról, az általában az a sztereotípia, amit mi terjesztünk magunkról, hogy sétálunk el a világban, mint hostellakók. Szarakonyhánk, szarapolitikánk, sokat iszunk, szépek a lányok. Nagyrészt mindig az. Porcs Levente kérdezi, mi volt a legfurcsább és legfinomabb, amit a Fülöp-szigeteken kóstoltatok? Beszéltem már a balutról, erről a kacsa embriós főttojásról, amit egyáltalán soha a büdös életben nem ettünk meg, nem. De ezen túl van egy nagyon-nagyon furcsa dolguk a Fülöp-szigetekieknek, egy ilyen sárga szósz, amit mindenbe beletesznek. Ez baromi cukros, egy kicsit savanyú, olyan érzése van az embernek, hogy bármire ráteszed, az azonnal megromlik, undorító, és mégis folyamatosan ráöntik a kajákra, egyszer ki van rakva az asztal mellett, hogy fogy, itt eszel? Tessék, egy kis sárga szósz! Undorító. Nem értem, miért szeretik, miért kell nekik ennyi cukor, de ja, ezt tolják. Gálvölgyi Orsolya kérdezi, ki a legelképesztőbb ember, akivel valaha találkoztál egy úton?
Rengeteg fantasztikus alkat találkoztam az útjaim során, ezeket majd mindig be fogom mutatni videón keresztül, de az tény, hogy igazából ami nagyon-nagyon érdekes, hogy eszméletlen jól lehet kategorizálni az utazókat. A fluffy fehér lányok, az égmeszelő hippi, mindig vannak ilyen kategórikus arcok, akik nyilván, hogyha megismered őket, akkor egész mások, mint ahogy azt az ember gondolná, de így első látása nagyon szépen beleillenek egy ilyen lexikonba. Ezekről fogok csinálni egy külön videót nektek, mert nagyon sokat rögök ezen az útjaim során. Podlavicki Júlia kérdezi. Nem tudom, hogyan választasz a videóidhoz zenét, de valahogy az AFK-s videóktól mindig megszáll egy nagyon különleges nyugalom. Nagyon helyes, hogyha adja a téma, akkor mindig ilyen kellemes zenét szeretnék bevágni, hogy az ember el tudja mélyedni a tájban. Ha meg kiugrom egy repülőből nem sokára, ott nem lesz nyugalom. A kérdés az, hogy mit javasolnál a kezdő utazóknak, hogyan kell felkészülni egy ilyen volumenű útra. Nos, én már nagyon keveset készülök az utakra, mert nagyon szeretek improvizálni, de ez nyilvánvalóan a rutin. Aki fel akar készülni, Lonely Planet. Kevés cucc. Nézd meg, hogy hogy megy a tömegközlekedés az országokban. Ne szarj be semmitől. Szard le, hogy nézel ki. Vedd meg azt a túraszandál. Tudom, hogy hogy nézel ki benne. Én is úgy szoktam kinézni benne. Leszarom a túraszandál. Annyira praktikus, de annyira, hogy megéri. Rengeteg ilyen dolog van. Ezeket majd a légió szabályaiban szépen lassan felsorolom. Erdődi Manu. Wow. Az Erdő Manuja kérdezi. Hello Gergő, én szívesen látnék egy videót a Caminóról, szerintem tök érdekes lenne. Abszolút, én is így gondolom, tervbe van véve egy Camino, amit végigjárok, és naponta feltöltök nektek egy videót, hogy hol járok éppen és mit csinálok, tök érdekes lenne. Kell találnom rá időt, mert ez azért egy hónap, és nem szeretném elhanyagolni a többi csatornámat, úgyhogy nehéz beiktatni, de talán még ebben az évben sikerül, nagyon dolgozom rajta. Nos, hölgyeim és uraim, ezek voltak a kérdéseitek a Fülöp-szigetekkel kapcsolatban. Nagyon köszönöm, hogy ellátogattatok velem együtt erre az útra. Megyünk tovább, lesz még India, lesz még Vegas, lesz még levegőből kiugrás, félek, nyomjuk.